A 2005-ös udvarhelyszéket sújtó árvíz, mely máig sokakban mély nyomot hagyott, ekkor szakadt el a vízgyűjtőgát Szejkefürdőn és zúdult le a benne levő több ezer köbméternyi vízmennyiség Szombatfalvára. Az azóta eltelt időszakban többször is felvetődött, hogy új gátat építenének a régi helyére. Először 2010-ben mondtuk el, hogy megépülhet az új tározó, az Országos Talajfeljavító Ügynökség akkori székelyudvarhelyi vezetője Ince Zoltán pozitívan tekintett a beruházás elébe, és közölte, hogy korszerű létesítményt terveznek a Szejkére. Ince 2010. szeptemberében írta alá az újjáépítésről szóló dokumentumot, a tervek is elkészültek, a tényleges munkát azonban idén sem kezdik el, erősítette meg Ince Zoltán, akit időközben leváltottak az Országos Talajjavító Intézet éléről, és a hatóság megyei kirendeltségét vezette. Az illetékesnél arra kerestük a választ, hogy miért nem kezdődik el idén sem a rég beharangozott gát építése. Az idei évben azért nem épül meg, mert a költségvetésben nem fogták be a Szejkei gátat egyszerűen. Nincs, aki támogassa bentről. Az az ígéret van, hogy a költségvetés kiigazításkor betesznek egy bizonyos összeget, hogy lehessen legalább nekifogni ősszel, hogy jövőre legyen belőle valami. Nagy kínlódás volt, ahogy elkészült ezt a terv is, és a vásárhelyi vízügytől is van jó vágyásunk. A szóban forgó beruházás egyébként nem kerülne pénzébe a városnak, azt teljes egészében a kormány finanszírozná. A 2 millió lejes összegből megvalósítanák a tó medrének az iszaptalanítását, a lefolyó újjáépítését, továbbá a gát kialakítását is, amely zsilip rendszerrel működne, így adagolná a lefolyó víz mennyiségét. Ince Zoltán még hangsúlyozta, az árvízvédelem mellett erózióvédelmi szerepe is lenne a létesítménynek, azonban egyelőre nem lehet tudni, hogy mikor indulhat a munka. A Szejkei gát a Szejke patakot és a környező dombokról lefolyó vizet gyűjtötte össze 2005-ig, azóta gyakorlatilag semmi haszna sincs az építménynek.